Hihetetlen. Hú. Joshua, magyarázd meg, mi ez? Ez itt két darab kén, vagy kénkő, amit ott találtunk Komoránál. Elég nagy az. Elég sok ember járhatott itt, de szerintem ez itt Gomora helye. A holtenger felé, ami ott van, látjuk ezeket az egyenes vonalakat. És az örvényeket a hamuban és maradványokban, ott. Egyesek azt mondják, mindez a nagy hőnek köszönhető, ami eljött erre a helyre, amikor hirtelen elpusztult. Tudjátok, nagyon-nagyon gonosz dolgok voltak itt a Bibliában. Nem csak a szexuális elfajulásokról és romlásokról beszél, hanem az angyalok elleni bűnökről is, ami úgy tűnik, valahol itt történhetett a Teremtés könyvében. Mennyi van neked ebből? Elég sok. De itt most körülbelül 13 van nálam. Nézzük. Ezek elég nagyok. Hatalmas darabok. Köszönöm, hogy megmutattad. Azt hittem, ez valami édes és cukros sörbet, amikor odaadtad, és majdnem megettem egyet, de jó, hogy megmutattad. Így mi eredetiben láthatjuk, és láthatják az emberek is otthon. Ha a Bibliát nézzük, úgy írja le ezt, mint egy egykori édeni vidéket. Ma meg, ha megnézzük, teljesen kihalt. Ahogy elmondták nekünk, úgy történt ezzel a hellyel az ítélet. Ma ez teljesen kihalt. Semmi sem nő itt. Ez az egész olyan, mint egy szivacs. Szeretnék találni egy ilyen kénkövet, mielőtt a nap lemegy. Tényleg szeretnék egyet, hogy megmutassam nektek. Ez nem egy normális alakzat. Nem látszik természetesnek. Ez egyértelműen egy ember alkotta alakzatnak látszik. És ez nem elég bizonyíték az embereknek, hogy lássák ezt a sok ember alkotta struktúrát? Por és hamu, omló falak, azon a helyen, amit a Biblia Isten ítéletének bizonyítékaként ír le, ahogy a történész Józsefusz is megírta. Továbbá találtunk kerek, szinte tiszta kéngolyókat a hamuban, a falak és az épületformák között. Nem elég bizonyíték ez nekünk, hogy meglássuk, hogy egy, a Biblia igaz, kettő, Isten igazságos, és szükségünk van megváltóra. Mert a bűn büntetést követel. A bűn magára vonja Isten haragját, és ez a hely bizonyíték Isten haragjára. Ő egy szent Isten, aki igazságos és valós. Ez a hely igen lázadó volt, és nem csak szexuális és egyéb elfolyulás történt, hanem egy olyan hely volt, ami spirituális utálatosságok felé haladt. Ez olyasmi, amit a fenevad bélyegénél látunk, a hibridizáció, vagyis a keveredés a bukott angyalokkal és hasonlók. Ez talán egy olyan hely, amely efelé haladt, és teljes megsemmisítésben részesült, porrá vált. Tűz és kénkő esett le a mennyből. A kénkő ma is jelen van
eme romos formákban ma is jelenlévő tiszta kén. És azt hiszem, ezt már kutatták és vizsgálták, és szinte teljesen tisztának találták. Az egyik legtisztább, ha nem a legtisztább kén, ami a világon található, az itt van, ebben a hamuban. Gyerünk, emberek! Térjünk meg a mindenható Istenhez, aki megváltott minket a bűnünkből, és bocsánatot ad a büntetés alól, amit megérdemelnénk. Jézus, Jeshua, Jézus Krisztus, Isten fia az, aki elvette az Isten ellenes, örök gonoszságunkért járó haragot ott a fán, a kereszten, és elhordozta a mi büntetésünket. Meg lettünk váltva. Forduljunk hozzá. Forduljunk hozzá, mielőtt túl késő. Mert a pokol valóság, a pokol örök, és ha nem fogadjuk el azt, aki kifizette az árat teljesen, és teljesítette a jogos követelést, ami bűneinkért, ha nem fordulunk hozzá, szenvedni fogunk örökre, jogosan, mert megérdemeljük, és mi vétkeztünk a Szent és Mindenható Isten ellen. Végre! Idővel találtam egyet. Hölgyeim és uraim, egy kéngolyó a város romjaiban. Bevizsgáltak már ilyeneket, és ez egy igen tiszta kén. Nézzétek! Egy tökéletes kéngolyó, ahogy a Biblia mondja, tűz és kén pusztított e helyen. Wow! Örülök, hogy találtam egyet. Mennyből eső tűz és kénkő e város elpusztítására. E város hamvában és porában találtam ezt. Ez valódi. Ezek itt vannak, beágyazva a hamuba és a porba. Oké, ezt a kén darabot, amire ráleltem, most el fogom égetni. És megnézzük, mi történik. Rajta! Marja a torkomat! Jakab levele azt mondja, miután elvetettetek minden mocsokságot és a rosszalkodás túláradó bővölködését, szelídségben fogadjátok be a beültetett kinyilatkoztatást, ami képes megmenteni a ti lelkeiteket. Váljatok megtevőivé a kinyilatkoztatásnak, éljétek meg az igét. Legyünk irgalmasok egymáshoz. Úgy szóljatok és úgy tegyetek, mint akiket a szabadság törvénye által készülnek megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az irgalmasságot nem tevőn, az irgalom dicsekszik az ítélettel szemben. Isten irgalma dicsekszik az ő ítéletével szemben. Olyan irgalmat mutatott felénk, amelyet nem érdemeltünk, ahogy megváltott. Jézus által Isten testben eljött, és kifizette az árat a bűneinkért, és irgalmazott, amit nem érdemeltünk. Mind bűnösök vagyunk, és mind elkárhoznánk, ha nem lenne Jézus.
az ő nagy szeretete miatt irgalmazzunk egymáson. Szeressük egymást, mert Isten nagy szeretetében irgalmazott nekünk, amikor nem érdemeltük, és irgalma dicsekszik az ítélete felett. Megbocsátást nyertünk, szabadulást, amiatt, amit Jézus tett, és lenyűgöz, hogy részese lehetek annak a szabadságnak, ami Jézusban van, mert tudom, honnan jövök, tudom, ki vagyok. Tudom, hogy legkevésbé sem érdemlem Isten irgalmát. Tudom, mennyire kegyelmes volt hozzám. És bátorítalak, találd meg magad ezt a szabadságot és kegyelmet Istenben, amivel mindent letehetsz a kereszt lábánál. És szeretete miatt jöhetünk ő hozzá bátran az ítélet napján, mert megtisztultunk, nem a mi érdemünkért, vagy amit a megigazulásunkért tettünk, hanem mert rájöttünk, hogy orvosra van szükségünk, betegek vagyunk, és kell egy orvos. Hihetetlen roncsok vagyunk, és lázadók, és sötétségben jártunk egész életünkben, mielőtt Jézust elfogadtuk, hogy meg kell mentsenek a sötétségből, Sátán hatalmából, Istenhez. Ez az a szabadság, amit Jézusban találunk, hogy nem károsztatnak többé bűnünkért, hogy szabadulást, megtisztulást és megújulást nyertünk az ő igaz volta által. És emberek, nincs nagyobb ajándék, ezt el kell fogadni. Nincs nagyobb szeretet, mint megismerni azt, aki előbb szeretett minket, és annyira szeretett, hogy letette életét a kereszten, hogy megmentsen minket az örök pokoltól, amit mi érdemeltünk, az Isten haragjától, az igazságtalanságok és e világ bűne miatt, aminek részesei voltunk, ama királyság részesei voltunk, és semmit se tettünk, hogy megérdemeljük a megmentést. De mivel Isten oly mód szeret, hogy elküldte egyszülött fiát, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez a legjobb hír, a jó hír, hogy ráleltünk a szeretetre, ami ott van Jézusban, a Messiásban. Ez a jó hír, barátaim.